1989 óta ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját. A kézirat tanúsága szerint ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnuszt. Ebből az alkalomból minden évben számos program közül válogathatnak az érdeklődők, ám a koronavírus járvány miatt idén ezek elmaradnak. Igen, ennek ellenére mi fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy miért fontos ez a nap, és miért fontos ez az ünnep, és ebben lesznek segítségünkre mai vendégeink, akik közül az első Molnár Ferenc tanár úr, a Neumann János Gimnázium történelem magyar szakos pedagógusa. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tanár úr, először is egy kicsit beszélgessünk talán Kölcseyről, jó? Hogy mennyire látja, mennyire fontos szerepet tölt be Kölcsey a mi szellemi kultúránkban, illetve az értékeink kapcsán? Azt hiszem, hogy kult szerepe van. És hogyha ugye egyrészt mint költő is, meg politikus is, mint közéleti személyiség is, másrészt nagyon fontos volt az, hogy ő neki volt a kapcsolatai fölfelé is, meg lefelé is. Tehát ő már fiatal, vagy nem túl fiatal korábban a 20-as években a szatmári adózó nép állapotáról írt egy írást, tehát az alsó társadalmi rétegekkel is foglalkozott, de fölfelé is, és az elsők között volt valószínűleg, aki a modern polgári nemzet fogalmat használta. Azt megelőzően tudnélik a feudális nemzetfogalomba a magyar, vagy a magyarországi nemesség tartozott bele, anyanyelvtől, származástól függetlenül, aki magyarországi nemes volt. Ugye ez 5-6-7%-át jelentette a társadalomnak, a Kölcsey féle modern polgári nemzetfogalomba pedig mindenki beletartozott, aki magyar állampolgár volt. És ez az írásaiban is nagyon jól végigkövethető, és nyilván ezzel is kapcsolatos, hogy neki lentre-föntre egyaránt volt a kapcsolatai. Amikor, nagyon érdekes, olyan írásai vannak Kölcseynek egyébként, amiket kevésbé szoktunk emlegetni, vagy ismerni, mert nyilván ugye a himnusz az mindenek fölött van, amit mindenki ismer, meg mindenki énekel, de hogyha kitekintünk ebből, meg a költészetivel foglalkozunk elsősorban, hogyha kitekintünk ebből, akkor azt lehet mondani, hogy Kölcsey a 19. század egyik legjelentősebb gondolkodója. Mondjuk a magyar nyelv nagyon beszűkítette a területét, de olyanokról gondolkodott és írt, majd erre inkább majd később esetleg visszatérünk, amiről később mondjuk az egzisztencialista filozófusok. A középiskolai oktatásban mennyire jelenik meg hangsúlyosan? Hát a versei jelennek meg, esetleg a parainézis vagy a nemzeti hagyományokból lehet idézni, de elsősorban egy pár verse, ami a leghíresebb. Aha. És akkor a többi az kevésbé ismert. Ez azért érdekes, ugye egy picit talán, mert hogy a Kölcsey jogász volt, ugye, vagy jogász végzettsége is volt Kölcseynek. Hát a végső vizsgát nem tette le, de ezt tanulta. De hogy amennyire én emlékszem ezekre az ismeretekre, ő nem volt egy társasági ember, ugye? Meg nem volt talán nagyon termékeny költő sem, ha lehet ilyet mondani. Igen, lehet mondani, de ha már a kultúra napja is 2021, akkor ugye hozzátehetjük, hogy 100 éve született Pilinszky János, meg Mésző Miklós. Igen. De most, hogyha nem termékeny, ugye Pilinszky János se volt különösebben termékeny költő, tehát nem írt 100 kötetet, mint Jókai, vagy Gárdonyi még tőle is többet írt, de ez a jelentőségéből nem volna semmi. Igen, erre akartam egy kicsit utalni, tehát hogy attól függetlenül, hogy nem volt termékeny költő, azért mondjuk a himnusz. És ugye ő aglegény volt, tehát igen, ő nagyon sokat élt egyedül, gyermekei sem voltak, a parainéziszt is az unokaöcséhez írta, a sok mindent az életéről, meg a haláláról, az unokahúgától tudunk, Kölcsey Antóniától, az volt a hitvallása, hogy ugye ő liberális nacionalista volt. Ez ma már nem nagyon illik össze ez a kettő. A 19. század végéig azért a liberalizmus, a szabadság, meg a nacionalizmus, a nemzet az egy kézben járt. Ugye az ő egyik beszédében mondott
célkitűzés, vagy a kulcsfogalmai a haza és haladás. Igen. Ebben lehet megfogalmazni, amit ő megfogalmazott. És... Nem, nyugodtan tanár úr, merülnek fel a kérdések. És ennek ellenére ő azt vallotta, hogy is írta, hogy az erő és a tehetség csak a társaságban fejlik ki. Uh-huh. Erő és tudás csak a társaságban fejlik ki. És ugye nem véletlen, hogy ő közéleti tevékenységet folytatott, már Szatmár megyében, az országgyűlésen ott volt. Ezzel kapcsolatos az országgyűlés naplója, és hogy visszakanyarodjak egy kicsit a nemzetfogalomhoz, hogy ő, neki mennyire gyakorlati szempontból is fontos volt ez, hogy amikor bemegy Pozsonyba a városkapun, németül szólnak hozzá, és ő fölháborodik, hogy hát ez Magyarország, és egy magyar város. Igaz, hogy akkor még ugye a városlakók azért döntően németek, illetve németül beszéltek, de hogy ez neki már fontos volt. Uh-huh. 32-től folyamatosan vezette ezt a naplót, legalábbis amíg ott volt az országgyűlése. Egy picit akkor kanyarodjunk vissza a mába, és a mai magyar irodalom oktatásra ugye az iskolákban. Mennyire hangsúlyos az életrajza? Ugye most beszéltünk életrajzi vonásokról is, vagy vonatkozásokról is Kölcsey kapcsán, vagy mennyire fontos az ő munkássága, vagy esetleg a verselemzés? Tehát a tananyag mire helyezi a hangsúlyt manapság a költőkkel kapcsolatban? A műre, inkább a műre. Verselem. Én jobb szeretem azt használni, hogy értelmezés. Uh-huh. Az elemzéstől jobban megijednek a diákok, és annyira nem is szeretik a verselemzés, de... Uh-huh. Nem nagyon tudunk mit tenni, mert hogyha valamit meg akarunk érteni, azt valamilyen módon muszáj elemezni. Az élete kevésbé. Az élete kevésbé. Most már az életrajz jobban háttérbe szorult. Uh-huh. Ez talán tanárfüggő is, hogy ki mennyire veszi elő az életét, és mennyire nem. Mennyire tartja fontosnak ezt. Uh-huh. Ugye, hogyha a kortárs irodalomról beszélünk, ott nem nagyon beszél senki életrajzról. Nyilván Kölcsey, mint a reformkornak a költője ebből a szempontból fontos, vagy van olyan Radnóti, akit az életrajz nélkül nem is nagyon lehetne megérteni. Így van. De a művön van most már sokkal nagyobb hangsúly. Van itt egy idézet, ugye Kölcseytől, őseink országot és szabadságot szereztek és hagytak nekünk, illő, hogy mi is szerezzünk, mi is hagyjunk valamit maradékainknak. Ön szerint mit üzen ez a mai fiataloknak? Hú, ez nehéz kérdés, mert ugye beszélhetünk arról, és hogyha egy mai fiatal elé teszem, akkor megmondja, hogy ezt azért le tudja fordítani magyarról magyarra. Igen. Hogy a hagyományok és a szabadság, de nyilván ez attól függ, hogy milyen élettér, meg kulturális térbe helyeződik be ez a szöveg. Ugye 200 évvel ezelőtt más jelentése volt. Ma is nyilván más jelentése van, és az az élettér, meg az a kulturális tér, amiben benne vagyunk, az talán ennek kevésbé kedvez. Tehát a Kölcseynél még kulcs jelentősége volt annak, hogy saját konkrét egyéni életén túllásson. Ugye nem csak mint vallásos embernek, mert egy vallásos embernek ez eleve adódik, hogy van valamilyen transzcendens világ, ami konkrét világunkon kívül. És ő nagyon sokat foglalkozott a metafizikai biztonság kérdésével, hogy vagyunk mi valahogy lelki szempontból biztonságban. Ma is egyébként ugye a mai pszichológia is a biztonságot teszi a legalsó alapként oda. Nyilván a fizikai, fiziológiai biztonság, de a lelki biztonságot is. És ez nagyon érdekes, hogy Kölcsey ezekkel kapcsolatban miről beszél, és nekem ez azért is nagyon fontos, úgyhogy nagyon örültem Kölcseynek egyébként, mert egy időben különösen sokat foglalkoztam vele, és amikor végigolvastam mind, amiket írt, töredékek a vallásról, meg filozófiával kapcsolatos töredék, levelezések, mindent, akkor értettem meg, hogy a szabadság, illetve a szabadság és a biztonság, ez hogyan viszonyul egymáshoz, hogy a biztonság érzetünk, az korlátozza a szabadságunkat. Egyébként pedig szabadság nincsen korlátok nélkül, tehát olyan nincs, hogy szabad vagyok, és ez azt jelenti a szabadság, hogy azt csinálok, amit akarok, mert eleve a kultúra meghatározza, hogy mit csinálok és mit nem. Aha. Meg a szocializáció. Bizony.
És ő azt mondja, hogyha mondhatok erről pár szót, hogy a filozófia szerint eltévesztette egy kicsit az irány, mert túlságosan a megismerés felé ment el, holott azért az alapvető kérdés mégiscsak az lenne, ami jobban köti a valláshoz, ami etikai kérdés. Ugye az etikáról Kant nagyon egyszerűen úgy fogalmazta, hogy mi a lényege, hogy mit kell tennem, és hogy ez lenne a legfontosabb, hogy mit, meg hogyan éljünk, hogyan építsük fel az életünket. Na és ez nála, hogy hogyan építsük fel az életünket, ez nála az, hogy az én saját életemet és a közösség életét, a nemzetet, az teljesen elválaszthatatlan. Hát olyan nincs, hogy ezt a kettőt el tudnám választani. És azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban, hogy mivel a vallás az a hiten alapszik, az tud biztonságot nyújtani. A filozófia az a racionális gondolkodást hívja elő, és az állandóan kérdez. És ezért a filozófia, amikor mivel mindig újabb és újabb kérdéseket tesz föl, az bizonytalanságban hagy. Megnyitja a teret a szabadság felé, de bizonytalanságban hagy. A vallás az biztonságot jelent, viszont a hiten alapszik, az jobban elzárja az utat a szabadság felé. Szabadság, ugye az állandó kérdezés, meg újra kérdezés felől. Tanár, bocsánat, hogy közbeszólok, de élvezettel hallgatom, amit mond, de arra kíváncsi lennék, hogy a mai fiatalok, mondjuk tanár úr tanítványai, hogy ebben az új korban mennyiben helyezik más megvilágításba ezeket a költeményeket? Tehát van-e újfajta gondolkodás a fiatalokban, mondjuk egy elemzés kapcsán, vagy egy értelmezés kapcsán, egy vers értelmezés kapcsán? Igen, szokott csak nehezen nyilvánulnak meg, vagy nehezen lehet őket rávenni, hogy foglalkozzanak vele, hogy gondolkodjanak, mert több probléma is van az irodalomhoz való viszonyunkkal, én úgy látom, vagy mondjuk a műalkotások, mondhatjuk, hogy általában a művészettel, szerintem ez egy szubjektív megállapítás, az egyik az, hogy a valósággal szembesít, meg saját magunkkal, és ezt nem nagyon szeretjük. A másik az, hogy munkát kell belefektetni. Tehát ugye ez nem olyan, mint egy szórakoztató irodalom, meg ami körbevesz bennünket, ugye a szórakoztatás világában élünk. Így van. De hogyha ezt megteszik és gondolkodnak az órán, még így az online órákon is, néha olyanokat mondanak, hogy úristen, hogy milyen fantasztikus módon fogalmaztad meg ezt a mondatot, vagy ezt a fogalmat, hogy nekem eszembe nem jutott volna, holott már 28-szor olvastam, és nem tudom hány órát gondolkodtam rajta. Kapásból, tehát van ilyen. Van ilyen. Másrészt nyilván ez egy annyira más kultúra, amiben benne élünk, hogy ami az online, ugye ők az online oktatáson kívül is online világban élnek, igen. És csak a jelen. És hogy az életükön, a konkrét életükön valahogy túllássanak, az már sokkal kevésbé van meg. Az már lehet. Akár visszafelé, akár előre felé. Hát talán majd arról is tudunk majd beszélni egy következő alkalommal. Molnár Ferenc tanár úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és beszélhettünk egy kicsit Kölcseiről. Köszönöm szépen. A himnuszról. Köszönjük szépen. Most pedig egy tavalyi felvételünket láthatják. Stábunk Csé Varga István irodalomtörténészt kérdezte a himnuszról, illetve a Magyar Kultúra Napjáról. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Így zárt a sorait Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én. A himnusz az Aurora című folyóiratban jelent meg először, majd 1844-ben egy pályázatnak köszönhetően az akkori Pesti Nemzeti Színház karmestere Erkel Ferenc zenésítette meg. Egy olyan embernél, aki szellem és jellem dolgában példakép volt, jelemberré vált. Amikor a kortársok közül egy Széchenyi és Kossuth egymással nem voltak jóban, egyben megegyeztek, Kölcseyben. Amikor Veselényit perbefogták, ő merte vállalni egyedül a védelmét. Tehát gyémánt jellem volt. Ezt az örökséget viszi tovább, és a kegyelem megadta, hogy 1823. január 22-én egy tisztázatot, amelynek példányát a Széchenyi könyvtár őrzi, ránk hagyományozott. Majd pedig 1832-ben az Aurórában megjelentette, 1844 a gyönyörű Erkel-féle megzenésítés, és 2012-ben az alaptörvénybe iktatták,
a himnuszt, mint Canzio Nacionalist, tehát nemzeti himnuszunkat. Addig volt egy katolikus néphimnusz, a Boldogasszony Anyánk, gyönyörű textus és dallam, a reformátusoknak pedig a Te benned bíztunk elejétől fogva. A himnusz lett a magyarok nemzeti imádsága. 1989 óta ezt a jelentős dátumot fémjelzi az is, hogy ezen a napon január 22-én tartjuk a Magyar Kultúra Napját. Csivarga István irodalomtörténész szerint ennek megünneplése igen jelentős napjainkban is. Az emlékezés az ünnepnek a lényege, amely szellemi-lelki közösséget teremt az elődökkel. Az elődöknek az alkotása az a hagyaték. Nekünk, kortársaknak, ezt az utódoknak élő eleven örökségé kell tenni, úgyhogy értelmezzük, úgyhogy a szívünkbe véssük, és úgy, hogy szemléletformáló szándékkal továbbadjuk. Városi viszonylatban is számos lehetőségük van az egrieknek és a környékről érkezőknek, ha vonza őket a kultúra és a művészet. Kiállítások, báb és színházi darabok, táncelőadások, felolvasó és irodalmi estek, zenés, valamint prózai produkciók közül is válogathatnak az állandó tárlatok, illetve a történelmi belváros kínált a műemlékek megtekintésén túl. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések 1989 óta adnak alkalmat arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, és felmutassuk, illetve továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.